Jó estét kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Havi rendszerességgel megjelenő zenei magazinunkat látják ma este, a Zenesarkot. A mai Zenesarok szponzora, ahogy az imént láthatták, az Uponor Csőgyártó Kft. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A mai műsor apropójául és témájául egy olyan eseményt választottunk, amely tulajdonképpen már hosszú ideje egy olyan rendezvénye a városnak és a Liszt Ferenc Zeneiskolának, valamint a Művészetek Házának, azt hiszem, hogy 9 éve, vagy talán 8 éve állandó jelleggel, hiszen 1989-ben halt meg Tész László kollégánk november 30-án, ha pontosan emlékszem erre. 1990 tavasza óta minden tavasszal a Művészetek Házában megrendezésre kerül egy Tész László emlékhangverseny. Ez idén március 9-én is így történt. Táblás ház előtt szerepelhettek a zeneiskola tanárai és volt növendékei a Művészetek Házában. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, egy picit emlékezzünk, nézzünk meg egy nagyon régi fölvételt, amelyen Tész László és Lányi Péter játszanak négykedest. A szexádiaknak az ablakhoz tolatta a zongorát, mind a két zongoráját a háznak, és először Reményivel egy magyar rapszódiát adtak elő, azután pedig Vejével, Bülovval, két kéz, négy kezesre a Rákóczi indulót. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Tész László és Lányi Péter négykezesét hallhattuk. Azt hiszem, hogy ez a Pécsi Közleti Stúdió fölvétele lehetett, hiszen abban az időben Városi Televízió Szexádon még nem volt. Beszélgető társam Lányi Péter, mikor készülhetett ez a fölvétel? Jó estét kívánok! A felvétel, most nagyon zavarba vagyok, nem tudom, jól emlékszem, mert 75 vagy 76-ban készülhetett. Mint látták a kedves nézők, még ugye a televíziózás hőskorában, ugye fekete-fehérben vagyunk láthatók, ami abból is nyilvánvaló, hogy az én szakállam is csak fekete. Ez egy nagyon kedves felvétel, és nagyon örülök, hogy gyakorlatilag megvan ez a birtokunkban, hiszen immáron dokumentumértékű felvételről beszélhetünk. Igen, a Pécsiek készítették, a műsorban Lacival négykedeseztünk, mellettünk még hegedűn abban az időben Dombóváron tanító Balázs István kollégánk játszott, a műsorban látható volt a Madrigál kórus, a pedagógus kórus, a Szexádon készült Liszt dokumentum műsor volt közel egy órában. Egy picit beszélgessünk arról, hogy két nagyon jó zongorista volt annak idején a városban, fiatalként, mert a harmadik az már idősebb volt a mesteret, a Kusek Rezső. Mit jelent az a szakma számára, hogy egyel kevesebben lettünk? Én pontosan tudom és érzem, de egy zongorista mit mond erre? Hát számomra ez gyakorlatilag azt jelentette Laci halála után, hogy
hogy gyakorlatilag itt a közvetlen környezetben olyan kollega, olyan zongorista kollega nem volt, akivel emberileg, szakmailag annyira közel tudtam volna kerülni, hogy négykedes műveket, rengeteg, nagyon sok négykedes művet, két zongorás műveket játszunk. Hogy mennyire együtt tudtunk muzsikálni, arra csak egy példát éppen a fekete-fehér felvétel kapcsán, ez csak a leggyakorlottabb zongorista venné észre, hogy ez egy playback felvétel gyakorlatilag, hiszen a hangot megcsináltuk a Babis Mifház nagy Büttner koncertzongoráján, és a tévések kérése volt, ami a felvételen látható, ez gyakorlatilag egy használhatatlan állapotban lévő, de nagyon értékes hangszer, mert Liszt zongorája volt, ebben a húrok sem igazi húrok, csak jelzésképpen szinte drótok volt. Tényleg alig lehet látni egy-két helyen érhető tetten az, hogy tulajdonképpen plébekelünk. Minden év tavaszán egy rendkívül jelentős rendezvény a városunknak a Tész László Zenei Alapítvány emlékhangversenye. Mint kuratóriumi tag, légy szíves, beszélj egy pár szót arról, hogy mi is ennek az alapítványnak a célja, miért jött ez létre, hogyan jött létre? Igen, hogy említetted, immáron 9. alkalommal, Laci 89-es őszi halálát követően, már a következő tavasszal emlékestet tudtunk rendezni. Tész Lászlóné, Márta asszony, Laci özvegye létrehozott egy alapítványt, mely azóta is üzemel, nagyon jól üzemel és rendkívül értékes célt szolgál. Nagyon röviden beszélnék róla, például zenei pályán tanuló növendékek anyagi segítése, zenei kiadványok támogatása, illetve kiemelten a 2, illetve később 3 évenként megrendezésre került és kerülő zenetanárok országos zongoraversenyének támogatása. Milyen nemes feladatokkal? Megkérdezhetem, hogy az alapítványnak milyen bevételei vannak, és ezek körülbelül honnan származnak? Az alapítvány legnagyobb bevétele a minden évben megrendezett és megrendezendő Tész László emlékest. Itt tulajdonképpen valamennyi előadó részére biztosított tiszteletdíjat az alapítvány kapja. A Művészetek Háza nagyvonalú támogatásával a teljes jegybevétel is az alapítványra megy. Ez alkalmanként megközelíti, sőt néha túlhaladja a 100 000 forintot. Kezembe tartok egy kis könyvecskét, amely amelyet 3 éve tarthattam legutoljára a kezembe. 3 évenként ugyanis városukban megrendezésre kerül a Zenetanárok Országos Zongora Versenye. Ebből is most 1998-ban a 10. jubilómi rendezvény fog sorra kerülni. És ha ezt föllapozom, akkor az első oldalakon az van, hogy díjazottak, amely felsorolja 1972 óta a zongoraverseny sorozat díjazottjait, és bizony itt azt látom, hogy 1972-ben első díj Tész László Szekszárd, 1974-ben első díj Lányi Péter Szekszárd. És úgy látom, hogy több díjat is itt osztottatok, hol te nyertél, hol a Tész Laci barátunk nyert. Ezt, hogy tulajdonképpen versenytársai is voltatok egymásnak, de barátai is. Ez milyen érzéseket gerjesztett benneteket? Vagy volt-e valami feszültség ebből a dologból? Vagy hogyan oldottátok meg ezeket a problémáitokat, hogyha voltak? Nem, én nyugodt lélek és szívvel emlékezhetek arra, hogy köztünk soha semmilyen formában semmilyen rivalizálás nem volt. Mi rengeteget zongoráztunk egymásnak, négy szem közt is, programjainkat, azokat a műveket, amiket a koncerteken játszottunk, azokat egymásnak eljátszottuk, és rendkívül éles kritikával illettük egymást, de nagyon hasznos volt ez a dolog, hiszen az ember mindig szívesen hallgat egy jó szakember véleményére, hiszen egy külső fül, egy külső szem teljesen másképp láthat egy produkciót. Hogy ne csak beszélgetés legyen a Zenesarok című műsorban, hanem muzsika is, megkérem kollégáimat, hogy Tész László szóló zongora játékából egy kis ízelítőt nyújtsanak nekünk és a közönségnek.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Tész László zongorajátékát élvezhettük, és ismét Lányi Péterhez fordulok, mi volt, amit hallottunk? És körülbelül mikor készülhetett ez a fölvétel? Időpontot nem tudok mondani, a helyszín egész biztos, ezt ráismertem, ez a Paksi Művelődési Központ Színházterme. Laci itt Bach Dídú zongoraversenynek első tételéből játszott most részletet, a Szekszárdi Városi Kamarazenekar Földesi Lajos vezéletével kísérte. Igen, jól látható most Tész László és az imént említett Földesi Lajos is. Van nekem egy nagyon kellemes emlékem. Nem tudom, hogy ezt fölidézhetem-e, ez ugyanis egy tulajdonképpen tréfásabb jelenet a közös múltunkból. Valamikor talán olyan 20 éve lehetett ez, 18. Városi delegációként elutazhattunk Tambovba, és ott több hangversenyt adtunk. Az akkori felszabadulásunk április 4-e évfordulójára volt ez az ünnepi sorozat, Tambovban, Micsurinszkban, és volt egy nagyon érdekes téma, Lányi Péter és Tész László valamelyik színpadon a Szovjetunióban Liszt második magyar rapszódiáját adta elő. Nagyon érdekes módon, különlegesen. Vissza tudsz erre emlékezni, mi volt ez? Igen, röviden a point nem lelőve, azt hiszem saját magunkat, vagy saját magunk zongoráját kísértük, mindjárt rátérek a lényegre. Abban kijavítanának Pista, hogy ez november 7-e köré csoportosuló ünnepkör volt, sőt 77-ben a nagy kerek 60-as évfordulóval, igen, nem, ez november 7 volt. És egy nagyon nagy méretű koncertzongorán játszottunk, és ezekről tudni kell, hogy éppen a mozgatásuk, tehát színpadon, vagy a színház belső terébe való mozgatása miatt ezeket targoncakerekekkel, gumikerekekkel szerelik fel, melyek természetesen lefékezhetők, zárhatók a kerekek mind a három lábon. Nekünk betolták a zongorát, mert előttünk azt hiszem másfajta produkció volt, betolták középre két székkel, bementünk, nekiestünk a Liszt-rapszódiának a megfelelő vehemenciánkor, és itt azt éreztük, hogy megy ki alulunk a zongora, pontosabban előlünk. És nem volt más tennünk, egy párszor ugye a széket magunk alatt húzva próbáltuk a zongorát követni, még végre egy olyan rész akadt, ahol valamelyikünk, vagy Laci, vagy én a lábunkkal elértük azt a bizonyos kallantyot, amivel legalábbis az egyik kereket le lehetett fékezni, és lefékeztetek a száguldó zongora. A száguldó zongora, igen. Egy pillanatra térjük még vissza az emlékhangversenyhez. Kik szoktak ilyenkor az előadói gárdát? Kikből szokott állni? Az előadói gárda egy része szinte állandó, de nagy örömünkre új arcokat is lehet látni. Tulajdonképpen a zeneiskola olyan hangszeres tanárai, olyan kollégáink, akik örömmel is szívesen és nagyon szépen muzsikálnak. Emellett az iskola volt növendékei, vagy jelenleg zenei pályán lévő növendékei szerepelnek még, vagy már zenei pályán lévő, de valamikor a Szekszárdi Zeneiskolában tanuló gyerekekről van szó. Most már kollégák. A képernyőn az imént két kollégát láthattuk, akik viszont nem is szekszárdiak. Igen, nagyon rövid részletet láttunk, egy Fori művet játszott a kitűnő Tóth Pál csellista Bonyhádról, zongora kísérője pedig Elmauer József tanár úr, a zeneiskola igazgatója szintén Bonyhádról. Köszönjük szépen! Szeretnék még egy kis zongorajátékot hallani Lányi Pétertől is, ugyanebből a műsorból, felvételről. Mi az, amit hallani fogunk, Péter? Ha most tényleg ott áll a kazetta, amire számíthatunk, akkor ez egy Scriabin nevű orosz késő romantikus szerző, rendkívül érdekes műve, egy kézre, bal kézre írott noktürnye, ami hallható. Ebből a művel kapcsolatban is van Lacival egy élményem. Amikor én ezt annak idején megtanultam, akkor csupán érdeklődésből, most egy picit kényszerből játszom balkézzel, akkor a Lacit leültettem a zongora mögé, tehát nem a billentyűzetet látva, hogy játszok neked egy művet, mondjál róla véleményt.
Most Laci a művet konkrétan nem ismerte, tehát nem tudta, hogy egykezes, balkezes műről van szó. A stílus nagyon jól felismerte, a szerzőt is körülbelül behatárolt, hogy késő romantikus, Rachmaninov lehet, vagy Scriabin, de azt, és ezt nagyon büszke voltam rá, az nem volt hallható, hogy egy kézzel játsszák. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, megköszönöm Lány Péternek a beszélgetést, és akkor egy kicsit, hogyha lehet, még hallgassunk ebből a muzsikából. És ez itt a zenesarok. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy bemutassam következő vendégemet, Mártonka Tündét, a Szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskola vonós tanszékének vezetőjét, valamint növendékeit, a Cselló Kvártettet, akiktől először is hallgassunk meg egy számot. Thank you.
Köszönjük szépen, szívből gratulálunk mind a növendékeknek, mind pedig Mártonka Tünde tanárnőnek. Megkérem a cselló kvartett tagjait, hogy fáradjanak ide a mi pulpitusunkra, tegyék le hangszereiket, és egy kis beszélgetésre szeretettel várjuk a fiatal hölgyeket. És meg fogom kérni Mártonka Tünde kolléganőmet, hogy gyertek a nyugodtan, hogy legyen szíves és mutassa be ezt a tehetséges fiatal csapatot, hiszen nagyon komoly produkciót hallhatunk az imént. Lőrinc Andrea, Sát Adri, Palkó Zsófi és Nagy Daniella a kvartett tagjai. Beszéljek róla esetleg? Köszönjük szépen. Először is a tanárnőt szeretném megkérdezni, hogy hogyan választja valaki a csellót, mint hangszert. És hogy egy fiú sincs köztetek, mindenki lány is egy ilyen nagy hangszerrel. Azt hiszem, hogy ez véletlen műve, hogy így alakult, hogy lányok csellóznak. Ez azt hiszem, hogy teljesen mindegy, hogy lány vagy fiú. És a tanárnő hogyan választotta a hangszert? Műveli. Hát ez nagyon hosszú történet. Én viszonylag későn kezdtem el csellózni, tanulni 11 évben, ugyanis hát elég szegény családban nőttem fel. Nem volt pénzünk hangszert vásárolni, és ezt megelőzően ezért hegedültem. Ezt nagyon kevesen tudják rólam. Egy pár hónapig hegedültem, de valahogy nem tudtam vele megbarátkozni, hát azóta már tudom, hogy a hegedűs egy nagyon szép hangszer. Tehát 11 évesen kezdtem el csellózni az édesapám tanácsára tulajdonképpen, aztán úgy fokozatosan megszerettem. Tudom, hogy budapesti vagy. Mi sarkalja arra az embert, egy muzsikust, hogy Budapestről, a nagyvárosból, ahova mindenki törekszik, onnan eljöjjön és egy vidéki városban építsen igen, ki magának egzisztenciát? Azt hiszem, hogy ennél nagyobb hőstettet is hajtottam meg végre világtörténelembe. Nagyon egyszerű a magyarázat, itt kaptam állást. Szekszárdi pályafutásomat megelőzően egy évig egy könyvesboltba dolgoztam, jobb hián. Egyszerűen nem volt állásom, aztán itt adódott. Eleinte két évig utaztam Pest és Szekszárd között, aztán valahogy úgy alakult, hogy leköltöztem. És azóta itt vagyok, immáron 20 éve. És itt. Mert egy évvel nem érkeztem, mint ahogy én. Akkor 1978 óta igen, van itt, igen, ugye? 78. 78-tól 80-ig utaztam, és akkor 80. Most egy fogos ravasz kérdés. És ugye nem bántam meg? Nem annyira fogós a kérdés. Nem bántam meg. Végsősorban nem bántam meg. Voltak pillanatok, amikor úgy éreztem, hogy non plus ultra, nincs tovább. Hogyan tud egy művész tanár kibontakozni egy ekkora léptékű városban, mint Szekszárd? Milyen lehetőségei vannak? Mi az, ami megoldható, és mi az, ami gát? Mi az, ami megoldható? Annak idején, hát itt korábban már volt szó a Szekszárdi Kamara zenekarról, ott játszottam elég húzamos ideig, egyik alapítója voltam. Aztán volt egy August Antal Kamara együttes, azt hiszem, hogy itt neveket is mondhatok. Dobai Tamás, Dobai Tamásné, Szuprics Edit, énekes, ő azóta elment már, és jó magam. Ezt műveltük két évig, három évig, aztán dubai házaspár Finországba ment dolgozni, és emiatt hát ez abban maradt, Dobai Tamás azóta vissza is jött, nem fordult meg a fejetekbe, hogy valamit csináljatok együtt? Elég sokat kamaráztam én a Zsuzsával, Google Zsuzsával, meg gondolom, hogy fogok is még. És akkor most hadd forduljak egy pillanatra a fiatal hölgyekhez.
Hölgyeim, az lenne a kérdésem, van-e valaki, aki muzsikus akar lenni közületek? Nem. Egek. De hát miért Vajon nem? Miért nem? Nagy Daniella? Nem is tudom, azt hiszem, hogy nem tudnám ezt egész életemben csinálni. Tehát jó dolog ez, hogy tudok csellózni is, meg zongorázni is, de hogy egész életemben, tehát hogy ezt dolgozzam, azt nem hiszem. És mi az, amit el tudsz képzelni magadnak? Hát elég sok minden érdekel, de hát konkrét elképzelésem még nincsen, érdekel az irodalom, a nyelvek, de nem tudom. Konkrét foglalkozás nem tudom még. Palko Zsófi? Hát én inkább a fellépések miatt az állandó stressz helyzetet nem bírnám. Én nem tudom, talán ezért már ilyen különösen izgulós típus vagyok. És mi az, amit elképzelsz magadnak? Hát mint a Dancsi, engem is sok minden érdekelne, például a történelmi, a régészet felé fordulnék, de hát inkább a jogi pályát céloznám meg. Aha, hát nyilván azért, mert a családban van előtte példa. Igen. Meg most már a nővérem is lassan. És téged hadd kérdezelek meg, neked mi az élet célod? És miért nem leszel muzsikus, hiszen kiváló csellista vagy? Hát talán jobban érdekel a szellemi tevékenység. Mert a muzsika nem az? Hát ez egy apulatban is nyilván van. Tehát, hogy szerintem nehéz érvényesülni a zenei pályán, tehát hogyha valaki, tehát hogy igazán, vagy azt mondhassa magát, hogy csellóművész, akkor nagyon jól kell tudnia, és vagy pedig hát tanárnak megy, ami ez nekem nem lenne türelme. Szóval... Ez egyszer, mint a tanárnőnek a türelmét és a munkáját is azt minősíti, mert hogy ő neki van hozzá türelme, hogy egy ilyen nagyszerű együttest hozzon létre, és nagyszerű megtanítsa a növendékeket is játszani. És akkor most a legfiatalabbat kérdezni meg, Lőrinc Andreát. Te neked esetleg nincsenek ilyen terveid, Andrea? Hát nekem már megfordult a fej, zenei pályára lépnék, de még nem tudom. De hát még van időm eldönteni. Nagyon helyes. Azért kicsit foglalkozzatok, gondoljatok arra, hogy a mikorosztályunk lassan ki fog öregedni ebből a dologból. Ugye még nem szándékozunk, de valaki át kell, hogy tőlünk vegye egyszer majd ezt a stafétabotot. Cselló tanárságot is, meg a trombita tanárságot is, meg hát egyáltalán mindent. És mi azért szeretnénk beleplántálni a növendékeinkbe azt, hogy ez a pálya ez klassz, és ez a pálya vonzó, és sok örömet, igaz, hogy sok munkát és kínódást is tartogat az ember számára. Mennyi az az alkalom, amit gyakorlással töltenek a fiatal hölgyek? Sok vagy kevés? Na most tessék megmondani a tanárnő előtt. Nagy Danielával könnyen vagyunk, ugye, mert Mártóka Tünde az édesanyja, úgyhogy őt nyilván le tudja figyelni. Te biztosan sokat gyakorolsz, Daniella. Ez tévedés. Nem, hát többet kéne. És te, Zsófi? Hát én számításaim szerint kevesebbet, mint a Dancsi. Megmondom a Tündeni, hogy otthon van, ösztönzi a Dancsi, de hát én nem nagyon, hát azért... Szoktam gyakorolni. Most, hogyha az derül ki a beszélgetésekben, lányok, hogy nagyon keveset kell gyakorolni, és attól vagytok ilyen jó, nem, jó? Akkor mindenki tolongani fog a zeneiskola felé. Biztos vagyok abban, hogy ez sok munkának az eredménye. Hány alkalommal próbáltok hetente? És milyen lehetőségek vannak arra, hogy... Hetente egyszer próbálunk 60 percet. Ez az igazság. Nyilván egy kamerzenem. Hát vannak különleges alkalmak, fellépések előtt nyilván többször összejövünk. Nagyon nehéz egy kamara együttest, egy több tagból álló kamara együttest összeszervezni annyiszor, ahányszor az ember szeretné. Mert végülis mi a nehézsége ennek? Tehát mitől nehezebb mondjuk, mint 10 évvel ezelőtt? Hát ezt ők maguk is elmondhatják, de ez köztudott, hogy mai gyerek sors közel sem olyan könnyű, mint esetleg a mi időnkben volt. Jönnek, mennek, futnak ide-oda, mindegyik sok minden más dolgot is csinál. Egyszerűen, sok minden mást is csináltak a muzsika mellett, lányok? Tánc vagy sport? Csak tanulás nekem. Csak tanulás? Dancsi? Hát cselló mellett még zongora. Ez éppen elég. Én csállózom. Tancsival dolgozunk most éppen, meg ez a kamara együttes van, meg hát órára járok Tündeninél. Hát igen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, azt hiszem, hogy nem marad más hátra, mint hogy megkérjem a Cselló Kvártett tagjait, hogy ismét fáradjanak fel a színpadra.
és valami szépet játszanak nekünk, de közben megkérdem a tanárnőtől, Mártonka Tündéttől, aki a Szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskola vonós tanszékvezetője, hogy legyen szíves, mondja el, hogy mit is hallottunk és mit fogunk hallani mostan. Három angol dalból hallottunk már kettőt, és most fogjuk a harmadikat, Részek tengerész az a címe. Részek tengerész, ez nem hallatszik rosszul. Milyen lehetőség ilyen van arra, hogy a kvártett esetleg bővüljön, vagy hogy nyilván akkor már nem kvártett lesz, vagy hogy még profibb, még jobb szintre jusson? Milyen lehetőség van, beültetek még egy ötödiket vagy hatodikat melléjük. És mi van akkor, amikor elvégzik az iskolát, és egyszerűen csak eltűnnek a látókörünkből? Szeretném, hogyha nem tűnnének el. Éppen most beszélgettük az Adri jövőre, ha igaz, egyetemista lesz már, de miután hétvégeken szoktuk a próbákat tartani, remélhetőleg ez a felállás tud így maradni, ahogy jelen pillanatban. Sátad, hogy ennek meg kell ígérnie, hogy akkor ezt a lehetőséget továbbra is fölajánlja, vagy föltárja a kolléganő elé, hiszen úgy néz ki, hogy akkor mindenki más szexádi, csak ő fog elköltözni, ugye? Igen. Helyesebben hát hétvégén haza. Hétvégén haza fog járni. Nagyon kár lenne, hogyha ez a cselló kvartett nem tudna továbbiakban együtt dolgozni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mielőtt a cselló kvartett zárószámát elkezdenénk, engedjék meg, hogy ismét elmondjam önöknek, hogy ez a Zenesarok volt, és hogy havi rendszerességgel jelentkezünk ezzel a műsorral. A műsor célja az, hogy fiatalokat, idősebbeket, művészeket, művészettel foglalkozókat, időnként talán még szponzorokat és képzőművészettel foglalkozókat, tehát más művészeti ág sincs kizárva ebből a műsorból, mutassunk meg önöknek, és biztosítsunk lehetőséget arra, hogy valamilyen produkciót itt élőbe vagy fölvételről nyújthassanak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, önök tehát a Zenesarkot látták, legközelebb egy hónap múlva jelentkezünk. A viszontlátásra!